Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Jó ez? Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kondó Zsoltot és Gősi Lászlót, aki elfogadja, az kérem készfeltartásra szavazzon. Egyhangú, köszönöm. Napirend kiment. Tartanánk egy közmeghallgatást, aki ezt elfogadja, az kérem készfeltartásra szavazzon. Egyhangú. Köszönöm. A hivatalos része lement, amit nekünk meg kell tenni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai közmeghallgatáson. Ugye mindenki már nagyon várta itt évtizedek óta ezt a szennyvíz beruházást. Mindig beszéltünk ekkor, akkor, amikor lesz. Most eljutottunk odáig, hogy valóban meg lesz. Közöttünk van az Ahíd ZRT két képviselője. Én bemutatnám Hakstól Dávidot, és megkérném, hogy mutassa be a csapatát, és mondjon el mindent erről az egész történetről, beruházásról. Parancsolj! Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Hakstról Dávid vagyok, az Ahíd projektvezetője. Én vagyok a beruházásnak a felelős műszaki vezetője és építőmérnök. Én fogom vezetni a helyszíni dolgokat, hetente én is több alkalommal itt leszek és nyomon követem a fejlesztést. Kollégám, aki a helyi építés vezető, Plecser Attila, nagy tapasztalatú építésvezető kollega. Vannak még Budapestről kollégák, akik most nem tudtak lejönni, akik még támogatják a projektnek a sikeres lebonyolítását. Munkahelyi mérnökeink vannak, művezetőink, asszisztenseink, akik most nincsenek itt. A beruházásról nagy vonalakban annyit, hogy az önkormányzat és az országgyűlési képviselők lobbiának köszönhetően ugye létrejött ez a közbeszerzés, amit a cégünk sikeresen megnyert. A szerződést, ha jól emlékszem, júniusban írtuk alá. Ez egy ilyen sárga fidikes tender volt, ami azt jelenti, hogy a tervezés és a kivitelezési feladatok is ugye ránk tartoznak. Jelen fázisban ott járunk, hogy az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyezési folyamatok remélhetőleg jövő héten megindulnak. Ezek körülbelül 2-3 hónap alatt lezajlódnak, ez alatt a kiviteli tervek is véglegesítésre kerülnek. És terveink szerint itt a püspökbói településrésznek a csatornázását jövő márciusban, legkésőbb áprilisban meg tudjuk fizikailag is kezdeni. Ehhez az előzetes engedélyeink már megvannak, a vízmű és az önkormányzat is hozzájárult a tervekhez, tehát igazából finishben van a dolog. A fejlesztés körülbelül 6 hónapot fog igénybe venni, úgy számolunk, hogy jövő szeptember-októberre teljes körűen készen leszünk itt a csatornázással, majd azt követően helyreállítjuk a közterületeket, árkokat, mindent, amit tönkretettünk, azt helyre is fogjuk természetesen állítani, a zöld területeket, ha kivágunk fákat, akkor azokat visszatelepítjük, tehát ezt mind teljes körűen jövő év végéig ezt elrendezzük. Az, hogy ezt követően pontosan mi történik, azt még a fejlesztési programirodával le kell egyeztetni, hogy a részműszaki átadásra itt van a lehetőség. Elvileg ez egy osztatlan projekt, ami azt jelenti, hogy a telepfejlesztés és ez a hálózatfejlesztés is egybefügg. Ennek gyakorlati értelme nincs, ezért ezt még körbe kell járni a fejlesztési programirodával, hiszen ha önöknek elkészül ez a csatorna hálózat és az üzemképes jövő ősszel, akkor elvileg miért ne lehetne ezt elkezdeni használni, de ehhez még további egyeztetések szükségesek a vízmű, az önkormányzat meg a programiroda részéről, hogy ez ténylegesen ez így megvalósulhat-e. Ha igen, akkor adott esetben jövő év végén használatba is tudják venni a hálózatot. Ha esetleg nem, a legrosszabb esetben, akkor 2023 tavaszán fogunk végezni mi a szennyvíztisztító telepi fejlesztéssel, illetve a próbaüzemmel. Ezt meglátjuk még a projekt során, hogy pontosan ez hogyan néz ki. Tehát a lényeg, hogy jövő márciusban indulunk, ez biztos, és őszig helyre is fogunk mindent állítani. A mi feladatunkat képezi a települési gerincvezeték kiépítése, az összes házi bekötés kiépítése, a területi nyomóvezetékek kiépítése, amik ugye a beremendi hálózatba be fogják kötni a püspökbói rendszert, a települési végátemelő építése, és természetesen a burkolathelyreállítások, tehát ez mind a mi feladatunk.
Még a műszaki dolgokról annyit, hogy a gerincscsatorna az 200-as PVC cső, a házi bekötések pedig 160-as PVC csövek, ezekkel fogunk az ingatlanokra beállni. A beállás az úgy történik, hogy egy méterre a telekhatártól oda be fogunk állni egy csővel, ennek lesz egy felálló cső része, hogy későbbiekben a vízmű, amikor majd átveszi, akkor tisztításra legyenek lehetőségek. Ez egy 300-as cső lesz, tehát 30 centi átmérőjű, ez a felálló cső, erre teszünk egy fedlapot, ez már az önök ingatlanján belül lesz. Onnantól pedig tehát az épületig, meg a tisztító közötti bekötés kialakítása, az mindig a lakónak lesz a feladata. Tehát a mi feladatunk ez eddig terjed, hogy a tisztítót kiépítsük. Sokan meg szokták ígérni ugye a lakóknak, hogy nem lesz sár, meg nem lesz por. Én azért nem ígérek ilyet, mert ez nem igaz. Tehát amikor itt leszünk, akkor, és eső van, akkor sár lesz. Ha nem esik egy hónapig az eső, akkor por lesz, de igyekszünk a kényelmetlenséget minél gyorsabban, vagy túl lenni ezeken a kellemetlenségeken, és utána nyilván ez egy hozzáadott érték lesz a település és az önök életébe. Sokkal komfortosabban tudják használni a rendszert. Ezt szerettem volna elmondani, és türelmüket kérjük majd a beruházáskor, biztos, hogy lesznek konfliktusok, de igyekszünk ezeket megoldani, és a kivitelezőink mindenkit meg fognak majd keresni, és le fogják egyeztetni önökkel, hogy a beállásokat, bekötéseket hova szeretnék önök kérni az ingatlanon belül, és ezeket le fogjuk egyeztetni, egy jegyzőkönyvet alá kell majd írni, hogy akkor önök hozzájárulnak, hogy akkor mi ott kiépítsük ezt a tisztítónyílást, és utána jellemzően az ingatlan előtt egy-két napnál többet nem tartózkodunk, tehát igyekszünk minél jobban minimalizálni, hogy önök is be tudjanak állni az autóikkal, tudják használni normálisan a házukat. Ennyit gondoltam elmondani. Mi legyen a menet? Köszönöm a tájékoztatót, és akkor szeretném kérdezni, akinek valamilyen kérdése van ebben kapcsolatban, azt kérném, hogy tegye föl. Nem az érdekelne, én itt lakok ebben a sorban, és ugye a szemben lévő sorban ott is van egy ingatlanunk, hogy hol fogod elhelyezkedni a gerinc, vagy itt mi lesz a te, mert hallottunk különböző dolgokat, de... Ja, igen. Még egyet szeretnék kérni, ugye, hogy mivel jegyzőkönyvet vezetnek, hogy mindenki, amikor kezd valamilyen kérdése, van hozzászólás, akkor mutatkozom be, hogy föl tudják írni a nevét, jó? Kovács Lajos. Csak ennyit szeretnék kérni. Én ezt szeretném megkérdezni, engem csak ezért, mint hogy ez a sor, meg a mögötte lévő sornál, hogy itt hogy lesz kiépítve. Alapvetően, mert hoztunk rajzokat, tehát akár egyébként is meg tudjuk mutatni, elmondani lehet, hogy nehezebb, mint megmutatni. Hogy is csináljuk? Nem tűnik olyan bonyolultnak, mert ugye... Igazából, tehát a közben ott végig fog jönni, tehát ott végig jön a vezeték, részben aszfaltban, részben az egyik területen, zöld területen. Mert ott a villanyoszlopok miatt viszonylag mély lesz ott a csatorna, mert pont a terepszint emelkedik, a csatorna mélyül, és ezáltal azon a részen már egy viszonylag nagyobb mélység fog kialakulni. Illetve a két villanyoszlop, ami ott benn van az épületek között, olyan szerencsétlen helyzetben van, hogy valahogy tehát a kettő között megy majd a nyomvonal. Tehát kint is meg tudjuk nézni, meg itt a rajzon is, de a lényeg, hogy ott végig fog jönni egy gerinc. És itt pedig, tehát ezen a soron, itt is eddig az épületig be fog jönni egy ilyen végág tulajdonképpen, hogy ez az épület is rá tudjon kötni, illetve ennek a sornak van kint egy szennyvíztárolója, ha jól tudom, a végén, és azt a szennyvíztárolót kell majd a mi gerincvezetékünkre rákötni. De gondolom újat tesznek itt végig, nem marad a régi eterincső. Mert itt az a probléma, hogy ugye most, ami jelenleg nem van, ez egy körülbelül 150-es eternicső, és ez málik szét, és ugye ez állandóan berögyik, és akkor ezért van nekünk ez a sok dugulás. Uh-huh. Tehát azt nem akarjuk, hogy a régire rá legyen kötve, és onnan menjen az aknába. Tehát itt valójában, melyik is ez a szakasz? Tehát az aknáig megyünk. Az aknáig megyünk azon a szakaszon, tehát azt a szakaszt, az eternit, ezt szakaszt nem cseréljük ki.
így csak a szennyvíz aknáig megy. Akkor ez mi a lakóknak a... Igen, igen. És ez most ez egy több lakásos rendszer, vagy ez amiről most beszélünk. Ezeknél ez fennáll, hogy elmennek a szennyvíz tároló, és ezt tárolva ki kell építeni minden egyes családnak a hát valójában úgy van, tehát, maga a beruházás, tehát az ugye arról szól, hogy egy helyre az is számra hivatalosan egy bekötés lehet. Itt a projekt felmentést kapott ez alól, mivel annyira jellegzetes az épületek kialakítása, főleg ez a sorházi jelenleg meg tömbösített kialakítás ugye a másik felén is, hogy ez alól felmentést kapott a projekt. És bizonyos keretek között tudtunk ezen módosítani, már nem mi, hanem még annól az indikatív tervek tervezői, akiktől ugye mi megkaptuk ezeket a terveket. Ez azt jelenti egész konkrétan, tehát igazából meg tudnám mutatni, hogy hogyan lesz ennél a sorháznál, mert szerintem az lenne a legegyszerűbb, hogy... Annyit szeretnék kérni mindenkitől. Egy pillanat? Egy pillanat? Kis csöndet kérnék. Egy kis csöndet kérnék. Annyit szeretnék kérni, hogy először, ha valamilyen általános kérdése van bárkinek, azt tegye föl, és utána akkor kikapcsoljuk a kamerát, és utána egyenként meg lehet nézni mindenféle térképet, és ők fognak mindenkinek válaszolni. Jó? Úgy látom, hogy egy kis ilyen kaotikus az állapot, de hogy a úr mondta már, hogy ennek a nyomvonal megvan már a tervezetben. Mindenki azért van bárki az asztalhoz, hogy szeretné tudni azt, hogy az ő ház előtt, hogy hol megy el. Most itt mindenki egyenként kimegy, úgyhogy itt leszünk éjfélig. Nem hiszem, hogy tart ez sokáig, de... Hát a szóval elmondanák, hogy igazából, nem mondanak körülbelül, hogy melyik része hol megy el, akkor mindenki tudja, hogy nagy lesz. Olyanra gondoltunk, hogy olyan állnak elő, hogy körülbelül a nyomvonatok képítése X és X utcákon hol megy el, ez lehet, hogy egy fél óra lett volna, vagy lehet, egy fél óra, de egyenként jönünk is megkérdezik, hogy melyik. Ezt is mondhatjuk, csak az a baj, tehát nem tudom az utca neveket, hogy... Szám szerint csak... nyugodtan mondja mindenki, hogy hány számadat, aki szerint... Mert ugye ráadásul helye az is számuk van. Itt nincs utca. Nincsenek meg a lakásházszámok? Tehát helye az is számuk van. Na, akkor próbálom, jó? Tehát lesz egy települési végátemelő, ez ugye a főút, a főúton van, ahogy Magyar Bój felé haladunk a jobb oldalon, ott azt hiszem, hogy kukatárolók vannak. Igen, most. Tehát valahogy ott lesz a települési végátemelő, onnan nyomja be egy nyomó vezeték, azzal azonos oldalon Beremendre a szennyvizet. A beremendi részt azt most nem boncolgatom, mert nem hiszem, tehát nem azt érdekli. Akkor két főgerinc jön be ebbe a települési végátemelőbe, egyik a, tehát a túlsó, köszönöm, tehát egyik arról a részről, a másik pedig értelemszerűen erről a részről. Tehát akkor össze a túlsó résszel kezdeném, az ugye egyszerűbb, ott van egy főgyűjtő, ami végig halad ennek az útnak az útpatka tartományába. A jobb oldalán. Igen, a jobb oldalon. Egészen ez a gerincvezeték, ez elhalad az épületek végéig, a legutolsó épület végéig, majd utána ugye balra fordul. Ott van egy olyan, mivel ott több társasház van, tehát ott ugye három nagy épületcsoport van, de több lakás tartozik oda, ezért azok a részeknél, ott vannak egy ilyen garázs részek, ott van egy vékony terület, ott járda van, azon a járdán ott be fogunk hozni még egy gerincvezetéket, az a járda az ott el fog tűnni, utána azt majd meg fogjuk csinálni újra, mert ott is vannak kiállítások. A járda igen. Tehát nem a földön, nem a földön. Nem, ez még nem. Ez már a Málé. Egy három.
Melléképület. Igen, tehát ez itt mondjuk van pont házszám, ha ez házszám, ez 6-os, 7-es, 8-as szám. Nem. Jó. És akkor utána megy hátra egy gerincvezeték, ugye a hátsó épület sorok mögé, ott ugye van több épület, ott hátul lesz a Boy-Boy-ZRT területén a gerincvezeték, ahol most van ott egy ilyen szervizútféle van, csak most elhanyagolt állapotban, ott lesz elhelyezve a gerincvezeték, ugye minden ingatlan kap egy külön bekötést, és utána itt fogunk építeni egy ilyen szervizutat zúzottkőből. Lesz ott egy ilyen 3 méter széles, 30 centi vastag zúzottkő út jól betömörítve, ezt ugye a vízműves autók, illetve a Bózért is így árult hozzá, hogy ott kell egy ilyen szervizutat létesíteni, tehát ott lesz a vezetéknek a helye. És akkor ez az oldal, ugye ahol most vagyunk, itt pedig úgy van, hogy ez további két vezetékágra válik szét. Az egyik az végig jön az állami út, az állami úton a Patka tartományba, tehát ugye itt van egy csomó ingatlan, ami ott rá tud majd köpni, és ez egészen elmegy, ez az ág, ugye itt van a Boy ZRT-nek ez az üzemi útja, tehát itt is ugye bejön a Patkába, ugye ez egy ilyen bazalbeton út, ezért azt nem is tudjuk bontani, ott a Patka tartományba fölhozunk egy vezetékágat, de itt lakók talán nincsenek, ezek nem lakóvezeti rész, hanem a másik ág, ami pedig bemegy ott azon a soron, ott van ott egy meglévő betonút, ott hát sajnos a betonútba kell elhelyezni a vezetéket, a tulajdon viszonyok, telekhatárok olyanok, hogy ott az utat föl kell bontani. Itt ezt úgy fogjuk csinálni, hogy megvágjuk előre az utat egy adott szélességbe, hogy a munkagép rá tudjon állni, meg fogjuk építeni, itt nincsenek nagy mélységek, és utána helyre fogjuk állítani ezt a betonutat, itt csak egy sáv lesz, ami tönkre megy, tehát nem az egész utat fogjuk tönkretenni. Mellette azért lehet használni az utat, amikor mi dolgozunk, tehát úgy fogjuk megcsinálni, hogy tudják használni önök. Aztán lehet használni az utat. Ha magukat megbontják, kihalik véle egy az utat, ma ott lakom. Magukat megbontják, elvesznek bele csak egy métert. Úgy, vége mindennek. A autóval nem, tehát úgy gondoltam, hát hogy... Hát ott benne a kukás, ott megy minden. Máshol nincs út nekünk. Tehát, hogy gyalogosan be tudnak... Hogy szerintem kertben... Szerintem ott nem lehet a kertbe menni, mert tehát az már megint magánterület. Tehát az hát már leegyezünk. Hát figyelj, hát meg kell kérdezni az embereket. Nem a papíron, az embereket meg kell kérdezni. Az a gond, hogy tehát az is, tehát minden szolgálatban jár, illetve van ott egy ilyen vízvezeték, meg ott vannak a szennyvízaknál útban. Nem lesz baj az útban. Hol van a vízvezeték? Vagy egy kerti locsoló vezetékek vannak ott. A beton, a útban vízvezeték. Hát rég megszüntek. Ott állunk, megszüntek hátra, megszüntek a 10 éve. Nem mindenkinek. Aki Piska, aki hátra vittem, aki hiatt, annak van meg Piska. Van. Hát hátra vittétek. Nem oda vittem. És ki van épp? Van még. És akkor utána van még ott lentebb vannak még ingatlanok. Egy kis csöndöttének. Tehát lentebb vannak még ingatlanok, azok pedig nyomóvezetékkel fognak házi átemelőkkel becsatlakozni. Ennek a betonutas résznek az utolsó végaknájában. Ott is vannak lenn még elvileg 3 ház, ott 3 házi átemelő lesz még elhelyezve. Illetve van még egy negyedik, csak ezt úgy tudom, hogy lakatlan, de ezt is kiépítjük, aztán a projektnek a része. Ez lesz az, ha? Jó, és akkor mégis a fő ág, az pedig ugye úgy jön, hogy ennek az utcának sincs neve. Ez maga az út. Jó, tehát itt a főútról ugye akkor ismét elindulunk fölfelé, ez egy mélyvezetési csatorna, jelentősen 3, illetve 4 méter alatt megpróbáljuk a Patka tartományban elhelyezni. Itt is ugye a bekötések, itt ilyen 15-ös, 16-ös, 17-es számokat látok. Tehát itt lesz a vezeték, utána pedig ugye van ez az önkormányzati út, vagy nem önkormányzati, ez az aszfaltút. Amit
az önkormányzati. Tehát itt igyekeztünk ezt, ennek az útnak a bontását elkerülni, hogy ne, mert ez valóban a mélységek miatt ez tönkrement volna. Tehát itt a zöld területbe lett elhelyezve a csatorna. Itt van egy sövény, és a sövénynek a belső oldalán. Ott részben érintünk fás részt, ezért is mondtam az elején, hogy ott néhány fát ki kell vágni, nem az összeset, csak a középső sor az van útban, ezt majd pótolni fogjuk utána, tehát ültetünk új fenyőket. De ezt majd megbeszéljük polgármester úrral, hogy mire van igény. Majd ezt követően ugye bejön ebbe a közbe, ugye, amit az úr mondott. Tessék? Az Európa Parlamentben. Ja, jó. Igen. És ugye bejön ebbe a kis közbe a vezeték, itt részben aszfaltban, részben zöld területen fog haladni, itt elég bonyolultak a közműviszonyok, ezt föl kell tárni, pontosan lássuk, hogy mi van, tehát azt nem akarok addig ígérni, hogy pontosan hol lesz, de ez a problémás rész a csatornának, majd fölkanyarodik balra. A Bojzéért irányába ismét a csatorna, és így jön vissza ugye ehhez a szennyvíztárolóhoz. Itt, tehát ezzel az ásasházi résszel az volt a probléma, hogy alapvetően ez a Bojzéértének már a területe. Tehát hivatalosan ide egyben a bekötést tehettünk volna. Ugye polgármesterünknek köszönhetően tehát kaptunk erre fölmentést, hogy több bekötést itt ezen az ingatlanon elhelyezhetünk korlátozott mértékbe. A korlátozott mérték az azt jelentette, hogy 24 méterre be fogunk állni, hogy ez az épület, ahol most vagyunk, még ennek is legyen lehetősége rákötni, illetve ez a szennyvíztároló ráköthető legyen, illetve a túloldalról is be fogunk állni, ott van egy ilyen térköves rész, ilyen padok vannak, tehát oda is be fogunk állni, hogy adott esetben azok az ingatlanok, akiknek ott van a tárolója, azok is rá tudjanak kötni. Tehát ezt a fejlesztési programja, de ez hozzájárult. Nem, hogy én azt kérdezném, azt nem nagyon értem, hogy például ugye erre lefelé 8 család lakik. Ugye ez itt fel fog ágazni ide, akkor lesz ott külön-külön ág minden családnak, vagy hogy lesz? Ezt nem értem. Akkor 4 ág lesz, vagy 8 ágat raknak, hogyha mindenki ide akar kötni, vagy 8-at ide föl, vagy... Tehát a szennyvíztároló elé állunk be igazából. Tehát, és akkor én a tárolóra köszönjük el? Nem, hanem tehát mi ott lesz egy tisztító nyílásunk, amit mi beépítünk, és amikor a rendszer alkalmas lesz arra, tehát itt mi megépítjük, de lehet, hogy az még utána 4-5 hónap, mire műszaki átadás. Értem, hogy lesz ott egy fölállás, igen. De azt értsük meg, hogy van 800, egy fölállás. Szóval köt rá 800. Akkor hova köt rá 800? Ezt nem értem. Tehát erre a tisztító felállás, tehát a meglévő rendszert használva, vagy hogyha nem lehet a meglévő rendszert használni, akkor külön kell, akkor egy gerinc vezetéket ott ki kell építeni, egy társasházi gerinc vezetéket. Akkor gyakorlatilag nekünk nem csinálnak ezen a soron semmi, lesz egy leállás, az mindenki oldja meg újra, ahogy akarja. Hát, és gyakorlatilag ugyanúgy a régi rendszerrel fogunk kilódni, mint ahogy kilódtunk idáig. Gyakorlatilag akkor ugyanazt fogunk adni, mert mi nem kapunk semmit. A régi rendszerig fogom ugyanazt a díjat fizetni, mint aki az új rendszer fogja használni. De nem vagyok benne biztos, hogy ennek az az oka. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ennyire részletesen nem ismerem, de nem vagyok benne biztos, hogy ennyire egyszerű az oka, hogy itt nem folyik le a szennyvíz. Tehát ezt meg kell nézni, hogy az új csatornán... 35 éves etenni cső van. Akkor mit mondjunk erről? Saját magától, a súlyától, a bőr súlyától, pont a túloldalon, a másik soron beszakadt. Ott nem jár se autó, semmi, gyalogjárnak az emberek, értem. És beszakadt az etenni cső, beomlott a föld, és sehova nem folyt a szennyvíz. Akkor itt egy ezt értem, csak az a gond, hogy a világos, csak tehát az a gond, hogy tehát ugye minket, tehát az indikatív tervekben ezek nincs, hát ugye nekünk jelen nincs egy információ. Hát egy szervezte ezt így, hogy itt a lakókat meg se kérdezték egyáltalán, hogy kinek hogy van itt a szennyvíz, vagy hogy fog elmenni. Hát nem tudom, ki tervezte meg annó, tehát ezt valakinek meg kellett tervezni, mert az a papír ott van. De az előzetes terveket azt nem tudom, ki készítette. Tehát mi ugye pályázunk egy indikatív tervre, az indikatív tervnek ez nem volt része. Az indikatív terv odáig tartott, hogy erre az üzemi területre mi készítünk egy beállást. Ettől most sokkal több van a polgármester úr lobbijának köszönhetően, mert ezt át kellett vinni. Több, de gyakorlatilag semmi, mert ezt az ingatlant nem használja senki, lett valami, amit nem használunk gyakorlatilag semmi. Még egy kérdés, ez az ingatlannak hova van tervezve bekötése, mert ez az ingatlan abban megy bele, ami... Ugyanúgy abban. Tehát akkor... itt egy gerincet behozunk,
ennek az épületnek a vonalája. Ez helyett akkor inkább oda kéne bevinni egy gerincet, ezt meg a cég majd megcsinálja, ha akarja. Mondom ezt én. Valóta én nem ott lakom, de ha már oda nem mondja egy gerincet, akkor majd inkább a lakom figyelj be. Ez az egyszerűbb, nem az. Hát persze, meg ez gondolom költséghatékonyabb. Ezt meg a cég megoldja, ha szeretnék, mert ez is abban a nagyaknába folyik bele. Nem, az ebben azt folyik. Azt én értem, hogy a fő probléma az, hogy egy helyrajzi számhoz egy darab bekötés építhető a kiírás. Csak az a baj, hogy biztos, hogy minden egy helyrajzi szám szinte. Igen, igen. Főleg ezen, ez a, ez, ezen az ingatlanon, igen. Tehát ezzel tisztában van, de ezzel nem tudom. De hogy lehet egy helyrajzi szám, amikor megvettem az ingatlant, azt nem tudom most pontosan megmondani a helyrajzi számát, van egy X helyrajzi száma, a következő egy számmal nagyobb. Itt minden ingatlannak van külön helyrajzi száma. Az, hogy a mögöttünk lévő terület, akkor ezzel mi volt? Ki lett sajátítva 30 éve vagy 50 éve? Mert az elvileg az ingatlanhoz tartozott. Mert egy méterre van az a gerincvezeték, és akkor azt gondolom az ide tartozott az ingatlanhoz. Hát jogilag ez a valami majorság, ez a bőzérti terület. Hát azért mondom, hogy a helyrajzi szám szerint ez ide tartozik a lakókhoz. Mindenkinek külön helyrajzi számon. Nem az egész sorban egy helyrajzi számon. Bocsánat, nem így van, alszámok van. Szerintem azok alszámok. Egy helyrajzi szám, és azon belül van több alszám, mivel társaságnak van nyilvánítva. Jó, igen, de gondolom a alszámon, akkor nyilván az alszámon az közvetíti, de afelé, hogy akkor itt több lakó van, nem csak egy lakó van. Igen, társaságnak van nyilvánítva. Kérdezem én, aki itt a végén lak az elfogás 80 métert, hogy ide rákössön, vagy marad a régén, az kilódni fog a régibe. De az a gondolom, hogy csak nem értem a távolságot. Hát azért van a probléma, hogy ezt meg kéne oldani annak a 8 családnak, aki itt lakik, mert annak gyakorlatilag nem csináltak ezzel semmit. Hát de ez nem egészen így van, mert tehát, mint említettem, körülbelül 35 métert mi bejövünk erre a telekre. Tehát nem 60 méterről beszélünk, hanem 15 méterről beszélünk körülbelül. Én 38 éves vagyok, én ki fogom magamnak ásni, de vannak itt 60 évesek, meg 70 évesek, az nem fogja magának megcsinálni. Tudom, csak nem biztos, hogy mindenki meg tudja majd magának engedni, hogy itt 40 métereket kiássuk. De nincs 40 méterek, tehát itt 15 méterekről beszélünk. Donnak főfelé nem tűnik a víz, ez nem kell egyetemre járni. Mert onnantól az az épület ugye lefelé, most annyi, hogy van egy lakó, aki átadjon erre, saját költségén, hogy ne kilódjon azzal, hogy eldugult, onnantól lefelé folyik a régi csatorna végig. Tehát ha most a régi csatornát hagyja, ő neki csak az az egy opciója van, hogy ugyanoda fog folyni, ahol idáig folyt. Én egyet biztosan tudok neked mondani, hogy ha itt fog lenni ez a történet, akkor ha kell, szükség lesz arra, hogy az önkormányzat segítsen be az árokásójából, be fog segíteni. Tehát ez nem kérdés számomra. Tehát én ezt nem látom problémának. Lesz egy állandó kezelője, ha vannak ilyen problémák, meg fogjuk oldani. Polgármester úr, nem azzal lesz a probléma az árokiásása, hanem például azzal, hogy nem biztos, hogy valaki megengedheti magának azt, hogy 15 vagy 20 méterre megvegye ezt a 160-as csövet, azt ide hívjon egy szakembert és rákössön meg. Azzal lesz ilyen a probléma. Két részvételre lenne, ezt megkérdezni, mint a valami képviselőit arról, hogy kisebb-nagyobb módosításokra ehhez a tervekhez képest van-e bármiféle lehetőség? Hát attól függ, hogy miben. Tehát a bekötésekben van, a gerinc hosszabbításra nincs. Ebben az esetben azt szeretném javasolni, hogy a tervek, vagy egyszerűsített tervek, amelyben látható az, hogy hol vannak az épületek. Egy egyszerűsített tervet én azt javasolnám, hogy tegyük fel Berevent honlapjára, és mindenki tudja alaposan megnézni, hogy mik a tervek. Ehhez képest tudjanak esetleg beadni módosítási javaslatot, amelyikben még időben vagy. Hát, tehát ennek akadálya nincs, annyi van, hogy a tervezője, tehát a jogilag a tervezője, ezt nem lő pontosan képbe, de tehát a tervezési jogok őt illetik meg, tehát ugye Keresztes Lacitól ezt azért meg kell szerezni ezt a jogot, illetve még hát nem állunk ott, hogy még ki lehessen fizetni. De hozzájárulást fogunk kérni a Lacitól, és értelemszerűen ez lenne a legegyszerűbb, mert akkor látjuk. Egy olyan, ami átlátható, érthető, hogy hol mennek, hol vannak az épületek. Ezek jó. Tehát ez... Ezeket a kérdezőmben kiismerje magát, mert egy elég minden rajta. És legyen egy intervallum, ami lehet beadni mondjuk, hogy kisebb-nagyobb módosításokra mire lenne igény. Tehát én azt nyugodtan merem ígérni, hogy amikor lesz a kivitelezés, hogyha szükség van bármilyen segítségre, akkor az önkormányzat segíteni fog, hogy megoldjuk a problémát.
Jó? Én egyet tudok mondani. Olyan szegény ember nem született a Földön még, aki nem tud ígérni. Csak amit én szoktam mondani, ezt be is szoktam tartani, bocsánat. Hát a püspökboly mondjuk az így elég jó kivarekeszt. Elég jó kivarekeszt. Még szeretnék valamit megemlíteni. Most gyorsan megbeszéltük, hogy a bekötéseket úgy oldanánk meg, mint ahogy a szőlőhegyen a bekötéseket, a villamoshálózat bekötéseket. Keresünk egy vállalkozót, aki az egészet fölméri, és az önkormányzat bizonyos százalékban a bekötéseket támogatná. Tehát így, mint ahogy a szőlőhegyen is megcsináltuk, valamennyivel támogatnánk, itt is egy bizonyos összeggel akkor támogatnánk ezt, hogy mindenhol simán menjenek a bekötések. Tehát ezt tudom mondani, tehát ezt most megbeszéltük négyen, én úgy gondolom, hogy tartanánk. Zsolt? Akarsz? Igen. Igen, csatlakozok a polgármester úrhoz, annyi, hogy ugyanúgy lehetne akkor számolni ezzel, és valóban, mint a szőlőhegynél, hogy felmérik. Ugye ott is több ár jött ki, mert nem mindenkinek egyforma, és pont azért, hogy ne legyen különbség, megnézzük, és hogy egységesen ugyanannyit fog kapni minden lakó, és hát nyilván attól függően, hogy milyen hosszan, vagy mennyire kell, úgy kell mindenkinek saját magának hozzájárulni, de akkor ilyen téren különbséget nem szeretnénk tenni, és mindenki egységesen fog akkor támogatást kapni, hogy ez így megfelel. Köszönöm. Szeretnék ehhez egy kis hozzászólni. Ha már az önkormányzati ilyen nagyderkülség ilyen így tudja támogatni a felkötéseket, az akkor, hogy a úriember mondta ezt a problémát, akkor az önvékét kellene jobban ezt súlykolni, mert például most a túlsó részén bekötés, ez nem olyan legetvegő, meg olyan veszélyes például, mint az ő esetük. Ilyen szinten. Az ő esetük az 4-5 problémásabb, mint például az a túlsó soron bármelyik ilyen bekötés. Nem azt mondom, hogy ne vegyék igénybe, nem, de szerintem sokkal jobb előbb lennének ők abban a szempontból, hogy már ők közben tudnátok segíteni, ezáltal, hogy ők kormányosan át tudjanak kötni. Mert itt most beszélhetünk, hogy erre van számítok ezen mindenre, igaza van neki, hogy ez az etenicső, oda leállnak, ez az etenicső, ez nem tudja. Ez tény. Ebben kell valami kezdeni, meg van is ide magukra, hogy látosan. Hogyha ők több segítséget tudnának a töltek kapni, amikről most ajánlatodok, azt szerintem sokkal erősebb lenne mindenki számára, mert jól fogjuk ülni még jobban, mert akkor ők is rá tudnának kötni a személy számára. Én egyet nyugodtan tudom, hogy nem zárkozunk semmitől el. Ha van lehetőség bármit megoldani, akkor meg fogunk tenni ezért mindent, jó? De nem akarok én előre mondani, mert ez nem értek, tehát nem akarok ilyen. Nyilván ez az első, nem tudom, hogy jó szó, első felajánlás, amit megbeszéltek, azt nyilván most így ezt úgy tudtuk leginkább elmondani, hogy mindenkinek egységesen. Persze nyilván az a közös érdek, hogy itt mindenki rá tudjon kötni, és a lehetőségének megfelelően mindenkit úgy segítsünk. Nyilván olyat most azért nem tudunk mondani, hogy valaki ennyi, valaki háromszor ennyi, mert az meg nem lenne tisztesség, és ezért kellene felméretni, akkor világosan lehet látni, hogy ennek az összköltsége mennyi, és akkor egyenként a lakókra ebből mennyi hárul, és úgy lehet adott esetben differenciálni, amit te is mondtál, és nyilván nekünk az a szándékunk, hogy itt tényleg mindenki rá tudjon kötni, és tényleg ha már ez megvalósul, akkor ezt mindenki használni is tudja. Hiszen az egész ezért indult, és erről szól. Meg ennél fogva nyilván az ingatlanok is azt gondoljuk, és azt reméljük, hogy értékállóbbak és értékesebbek lesznek, mert minden ilyennel azt gondolom, hogy az értéknövelő egy ingatlan tekintetében. Én szerintem ezt most én mondom, de ezt nyugodtan mondhatom mindannyiunk nevé, hogy ettől nem zárkózunk el. Sem egy utolsó szempont, hogy élhetőbb úgy püspökboly. Abszolút. Ez meg szerintem mindenkinek az érdeke, aki itt lakik, aki Peremenden lakik, mert én azt gondolom, hogy püspökboly. Jó hangosan mondtam, itt van mellettem, tehát én is azt gondolom, hogy a püspökboly az csak nevében püspök, az Beremennek szerves része, és ezzel szeretnék azt is megmutatni, hogy ezt mi is így gondoljuk. És ez a beruházás, ez ennek egyik nagyon fontos mérföldköve szerintem. Mi csak egyet szeretnénk, hogy itt ez a 8 lakó, aki lakik, hogy a gerincvezeték, ami rámegy majd a régi, vagy az újra, az gyakorlatilag új legyen. Hogy ugyanazokat a feltételeket biztosítsa az önkormányzat nekünk, mint aki amúgy van.
mert ugyanazt a pénzt fogom fizetni, mint aki újba fog menni, és nem kell kilógyodni. Én meg nem szeretnék egy 35 éves elakult csővel ott kilógyni, és ugyanazt a pénzt fizetni. Ha nem lesz más, az önkormányzat finanszírozza meg, hogy ezt a részt cseréljék ki. Tehát az egész... Tehát azt tudom mondani, hogy úgy gondolom, mint ahogy előbb is lett mondom, hogy ez egy első megbeszélés. Itt van, nyilvánvalóan jönnek ki problémák, meg fogjuk beszélni, és akkor megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy meg legyenek oldva. Nem tudok mondani neked előre semmit, mert nem értek hozzá, meg mit tudom én, de megpróbálunk mindenben segíteni. Tehát ugye az elején mondtam, hogy az önkormányzat nagyon maximálisan hozzá fogja ez a történethez állni, mert így van ennek értelme, különben nincsen értelme az egésznek. Tehát mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez meglegyen minden, jó? Nem akarok mondani, így lesz, úgy lesz, mert nem tudom, meg kell ezt beszélni, át fogjuk még beszélni, hiszen mi havonta szoktunk összeülni és tárgyalunk és beszéljük a problémákat és hogy tudjuk megoldani. Itt már azért volt egy jó pár variáció itt a bekötésektől kezdve minden, ami azóta megváltozott és pozitívan változott. Tehát fogunk ebben foglalkozni, úgy gondolom, hogy első nekifutásra ez jónak tűnik nekem. A többit meg, ami van menet közben, azt meg fogjuk oldani. Ja? Tudom, nem kell, nem érdekes, elég hangosan fogok beszélni. Hát tudom, hogy első után köpönyeg ez a helyzet. Én a jövőre nézve mondanám azt is, akár Püspökboly, akár Belement bármelyik részén, ugye Püspökboly egy speciális terület. Tudjuk, hogy az utcák hogy állnak, milyen problémák vannak, ti jobban tudjátok, mint én. Ugye én csak pár éve lakom itt, lehet, hogy többen azt mondják, hogy miért szólok, de én úgy érzem, hogy erről beszélni kell. Tehát első után köpönye, viszont ha előtte tartottatok volna egy ilyen megbeszélést, mielőtt, én emlékszem a piros felsős úrra, egyszer itt a bekötő után összefutottunk, én azt hittem az útépítés kapcsán jöttek, és ők mondták, hogy a Szennyvíz csatorna, és akkor én meg is örültem. Na de a lényeg az, hogy előtte beszélni. Tehát lett volna egy alapterv, hogy mit gondol az önkormányzat, mit lehet, jogilag, hogy vannak a dolgok, és akkor leültünk volna, mert ugye most kész helyzet elé állított minket ez az egész, mert van egy terv, amitől igazából nagyon nem lehet eltérni, és abban meg a Lajosnak van igaza, hogy ha én elméletileg ingyen megkapom azt, hogy van egy beállás egy méterre, mivel nekem van a faluba is ingatlanom, és én emlékszem rá, hogy 25 évvel ezelőtt ez hogy működött, ott valóban a kapu előtt van egy felállás, odáig kellett nekem megoldanom. Ez is akkor az ingyen volt. Tehát, hogyha most nekünk itt a csípőfelüli részen, Neuszádon ingyen lesz, akkor neki is jogos az igénye arra, hogy ingyen legyen. És én azt értem, hogy most azt mondtad, hogy megpróbáljátok, de ugye ez egy alappont. Mert ugye most elméletileg neki ezért valamennyi pénzt fizetni kell, hogy megkap, ha jól értem. Ha nem, akkor helyes. Annyi azért, tehát polgármester úr védelmében, tehát azért maga a közbeszerzésnek ez egy problémája, tehát amiről most beszélünk, mert mi tehát kapunk egy indikatív tervet. Az indikatív terv, annak meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek, amik például egyáltalán nem támogatják ezt az egészet. Tehát az, hogy itt beruházás van, az egy csomó olyan plusz hozzátevő volt itt az önkormányzat részéről egyébként évek alatt, hogy ez egyáltalán oda került, hogy legyen rá egy indikatív terv, legyen rá egy közbeszerzés. Mi pedig a közbeszerzés során kapunk bizonyos adatokat, amiből aztán elkezdünk tovább dolgozni. Tehát ha előtte van egy ilyen beszélgetés, én értem ezt, hogy a közbeszerzésnek megvannak a korlátai. De akkor ezt, ami most itt történik, gyakorlatilag egy órája, hogy értetlenkedünk meg, ugye nem ismerünk jogszabályokat, stb. Nem is kell, hogy ismerjünk szerintem, hogy akkor ez most így nem jött volna létre. Nem megyünk az asztalhoz, nem nincs probléma, nincs félreértés. Ha előtte beszélünk róla, hogy kinek milyen problémái vannak, na akkor inkább, hogy most megy ott ivóvízvezeték, vagy nem, lehet-e ott vinni, vagy nem, és hogy a tervek utántól készülnének. És én értem a közbeszerzés problémáját, de szerintem akkor is... Én egyetértek magával, uram, de gondoljon bele, hogyha egy
több tízezres városrészen minden lakóval le kéne azt egyeztetni, hogy ő hol szeretné a szennyvíz bekötés, meg a, ezeket a problémákat, akkor soha az életben nem készülne el. Az itt egyetlen, hogy azt látom problémának, többek között ez. Ez a legnagyobb probléma, hogy jelenleg ez most már tovább megyünk ebbe, úgy látom, de felesleges. Oda beleszállva, ahogy fölött megígérték, ezt kellene valószínűleg majd a későbbekre orvosolni, és szerintem ezért meg is volt. Így van, tehát erre mondta a polgármester úr, hogy erre maximálisan segítségünk. Mert hát a Zsolti meg arról beszélt, hogy akkor mennyi pénzbe fog kerülni. Csak annyit szeretnék én hozzászólni, jó, itt az üzemeltetés részéről, hogy én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan súlyú probléma, mert hogyha ott lesz egy beállás, tegyük ugye erre a telekre, lesz egy beállás, ahogy mutatta a Dávid az előbb, akár itt az önkormányzattal összefogva itt meg fogjuk oldani ennek 4 lakás, 8 lakás, mennyi van? 8 lakás van. Tehát ott az a régi Eternit vezetéket kicserélve, én úgy látom, ez egy ilyen 40 méter maximum, amit ki kéne cserélni, az nem lett egy ilyen probléma egy ilyen volumenű beruházásra, de akár így a, mit tudom, az eszközhasználati díjból is meg tudjuk azt oldani, hogy ki lesz az váltva, én úgy gondolom. Jó, hogy ez lenne? Mert ez már régóta ezzel dolgozunk. Ez az egyetlen egy dolog. Igen, mert ugye hát az valóban rossz. Jó, meg lesz oldva, jó? Meg azt meg. Polgármester úrról szeretném még ebben kapcsolatban, hogy a problémák fölmerülnek, később is lesznek problémák. Lesz-e olyan úriember, akinek lesz egy kapcsolata, aki lehet befordulni? Úgy önkormányzat szinten, mint az AHID szinten. Az AHID részéről én leszek, tehát én folyamatosan itt vagyok. Az önkormányzat részéről megmondom. A műszak fog lenni. De akár e-mailen is meg lehet írni, és akkor továbbítjuk. Az önkormányzatnál a műszak az folyamatosan foglalkozik ebben, tehát ott bárkinek szólsz, mindenkit ismersz, szólsz nekik, és akkor megoldjuk a problémát, ha van valami. Nyilvánvaló lesznek problémák, nem kell azt hinnem, hogy egy ekkora beruházás nem fog lenni semmi gond. Sok gond, sok méreg, sok bosszúság lesz, de úgy gondolom, mindig arra kell gondolni, hogy megoldjuk olyan problémát, amit szerintem évtizedek óta mindenki várt már, hogy megoldjuk. Amikor a honlapra felrakjuk a tervet, akkor oda az elérhetőségeket, meg akkor az AHID részéről, és akkor ott mindenki látni fogja, hogyha bármi kérdés van, akkor kérdez. Ugye azt mondták, hogy telek határon belül beállnak 1 méterre. Na már most ugye vannak is családi házak is, ahol kerítések vannak, hogy az bontásra kerül utána átépítése, vagy ezt úgy csinálni, hogy ez hogy kell. Mert a sorházaknak ugye tiszta sor nincs kerítési hátú például, vagy középre, ez nincs mit bontani, de én konkrétan a házban átfúrunk alatt. Igen, de nem bontunk. Jó. Nem bontunk. Jó, oké. Jó. Hát nem szeretnénk kárt csinálni magunknak sem, meg a lakóknak sem. Tiszta sor, csak azért kérdeztem, hogy ő az ember, hogy kicsit szél. Jó. Még annyit szeretnénk kérdezni, hol fog rácsatlakozni a püspökhölgyi rész, mert én hallottam olyan, hogy már a buszfordulóig van valami, ez nem igaz? Tehát a Beroz után? Van egy régi vezeték valóban, amit még valamikor régen az önkormányzat képített, de a Dávidék tudják, hogy ez hogy lesz. De belementem belül, hogy hol csatlakozik? Igen. Ez a település rész, hol kötődik össze a belementével? Tehát visszük végig a közút mellett, ugye az ároknak a túloldalán, mert elég széles a közútnak, ahogy az állami terület, ott visszük tovább ezt a nyomóvezetéket, át fogunk fúrni a betonüzemi út alatt, tehát ezt nem bontjuk föl, nem is bonthatjuk föl, ott alatt átfúrunk, és még onnantól körülbelül 100 méter, pontosan nem tudom, ott a települési utolsó aknába fogunk bekötni, annak a vége már gravitációs lesz, de csomó, most a műszaki dolgokba nem megyünk bele, a lényeg az, hogy oda be fogunk kötni, oda biofiltereket teszünk még a fedlapok alá,
megvan, hogy milyen vasbeton feladat. Mindegyik, tehát oda fogunk kötni, és akkor onnantól fog üzemelni. Új hálózatban. Jó, tehát akkor ez nem érvényes. Nem, tehát valamikor, ahogy nagyon-nagyon régen tudatunk, akkor csinálták a vizet, akkor fogták és lerakták a csövet Észuszra. De itt új van tervezve, és úgy lesz berakva. És akkor ezért ők felelnek, tudod? Jó, és akkor egy kapcsolódó kérdés, ami nem teljesen szennyvíz, de úgy tudom, hogy kapcsolódik a témakörhöz, hogy ezek a kavicsos utak, ezek utána aszfaltozottak lesznek, amik ide bejönnek Noviszárdhoz. A mi alkunk ez a kicsit íves, illetve a línia melletti. Pályázunk a Noviszárdi útra, és reményem szerint most jövőre sikerül is fog. De mindenképpen, amikor ki van építve, csak utána tudunk ebben foglalkozni. Ezért beadtuk, de na, a lényeg az volt, hogy az idén nem nyertünk, de jövőre nagyobb esélyekkel fog neki futni ennek. Mivel addigra, mire megjelenik, mire megnyered, addigra gyakorlatilag ki van építve, és utána érdemes igazából aszfaltos utat csinálni. Addig hülyeség. Mindenképpen, sőt érdemes várni egy pár hónapot. Mert azon az úton nagy a mélység. Tehát ott 5-10 cm alakváltozás előfordulhat, tehát érdemes várni néhány hónapot. Tehát mindenképpen, ha jövőre tegyük fel, hogy beadjuk, és tegyük fel, hogy szerencsénk van és megnyerjük, akkor van egy-két évünk szerintem biztos, egy-két év biztos van, hogy meg tudjuk valósítani. Tehát addigra megrokkal, meg mit tudom én. És nem akarok mondani, hogy ekkora aszfaltos út lesz, ilyet nem akarok ígérni, de utána meg fogjuk oldani ezt is. Jó? De amióta, ugye nagyon régóta húzódik ez az egész történet, és egyszerűen előtte aszfaltot csinál, mintha hogy adani bemész, hülyeség, olyan sokba kerül ez, tehát maga csak itt ez a Noviszárdi út, ez cirka 40 millió környékén van, hogy ennyi, ugye, mert erősített út kell itt a nagy mezőgazdasági gépek miatt jobbra-balra, ez nem egy egyszerű történet lesz, tehát egy erősített útok van tervezve, azt hiszem betonban alul is, akkor utána aszfalt valahogy ilyen a réteg, tehát hogy elbírjon itt bármekkora súlyt, és ez túl sokba kerül ahhoz, hogy ezt úgy potyára megcsináljuk. Ennyi. Jó? Jó. Utána igazából, ha most megvalósul ez, akkor érdemes ezt utána megcsinálni. Amíg vannak ilyen aszfaltozások, akkor azt utána Észuszra meg fogjuk csinálni. És hidakat is fognak építeni? Mert 5 háznál mondjuk kellene. Nem belemenni. Beszélhetünk róla, tehát nincs ezen probléma. Belemenni, és úgy kezdtünk hidakat építeni most, hogy a Baranyavíztől kaptunk egy térképet, hogy melyik utcákban vannak új eternét csövek már, vagyis tehát az új műanyag csövek, és ott csinálunk hidakat, mert ugye van Beremedre tervünk már a vízhálózatra, engedélyes tervünk. Most terveznek még egy utat, tehát hogy két vízbázisra tudjunk benni Beremeden, és ha van igazság, akkor tavaszra fog megjelenni egy pályázat, amiben szeretnénk ezt az egészet berakni. És amikor kicserítjük a csöveket, ott csinálunk hidat. Nem csináljuk azt, hogy hidat csinálunk, utána meg ott fogunk elvezetni csőhálózatot, meg mit tudom én, és akkor föl kell ásni, megint föltörni, tehát így próbáljuk. Püspökbolga sincs probléma, jövünk, megcsináljuk, és készen van, ha megoldódtak a dolgok. Jó? Kérdés valami még? Nem. Jó, akkor köszönöm a megjelenést, és köszönöm a hozzászólásokat.